ezzel is árultam, hogy egy portfóliósorozat következő állomásához érkeztünk, ahol nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban összejött kis csapatot, a Ladenszky Mártát, Öreg Egyesületi Művészeti Vezetőjét, kortárs táncost és koreográfust, Varga Chopin Zsoltot, az Egyesület vezetőjét, elnökét, aki egyébként zenészként működik közre a művészet oly színes palettáján, illetve Fülöp Lacit, kortárs táncost, aki a 2013-as évben volt az Egyesület rezidense, vagy idejétől kezdve most már tagjaként tudhatja magát, tudhatjátok magatokat. Sziasztok, üdv a műsorban! Hello, sziasztok! Örülök, hogy folytatjuk, gyakorlatilag folyamatosan bővül az Elegy Egyesületnek a mátrixa, és hogy ennek mi itt a műsorban helyet tudunk adni, hogy bemutatást nyerjenek az Egyesület aktív alkotói tagjai. Ez egy külön megtiszteltetés, és szerintem egy izgalmas dolog. Laci, hát akkor azzal nyitunk igazándiból így 2014. április 15-én, most összeraktam hirtelen a naptárat, hogy az Elegy Egyesület több mint 10 évre tekint vissza, sőt, azt hiszem, ezt pozícionáltuk is. Ilyenkor szokott egy beugratós kérdés lenni, sokan szeretik, sokan nem, hogy mint tan meg tudod-e mondani, hogy mikor alakult az Egyesület? Nem. Az őszintén helyesen válaszokat kedveljük, főleg, hogy itt vannak körülöttünk az alapítók is. De kíváncsi vagyok. Akkor már is Zsolthoz fordítok, hogy esetleg megmondja, vagy úgy gondoljátok, ezt egy játék kérdésként is föltehetjük esetleg. Szerintem ez a legjobb. Ez a legjobb, ha egy játékkérdésként tesszük fel. Játékkérdésként föltesszük, mert talomban maradt a másik előadásunkra egy páros tiszteletjegy, ami valójában a Gordany Mária Konto Fizikai Színháznak a Mandarin című fizikai színházi előadására lehet páros tiszteletjegyet nyerni, szóval aki helyesen megválaszolja, hogy az egy művészeti egyesület, amely kortárs táncosokat, zenészeket, képzőművészeket és számos más művészeti ág képviselőit töröríti, mikor alakult hivatalosan. Zárójeles a sugás, hogyha valaki nyilván legooglizza az elegyet, akkor azért elég hamar rá tud erre jönni, hogy mikor alakult az Egyesület. Ennél fontosabb kérdés, ha már portrénál vagyunk, hogy Laci, te mikor találkoztál az egy nevével, fogalmával, akár betűvel, arabszámmal leírva, vagy akár a lényegi elegyedésnek a fogalmával? Szerintem én az Elegy Egyesülettel és a munkájukkal a Márti kapcsán találkoztam annak idején, amikor készített egy triót a Hód Adriennel, Garai Juliskával és a Vada Zsófia Tamarával. Én azt néztem meg nyilván az Elegy táncfesztiválok kapcsán. De a mi személyes ismerettségünk az 2013-ra tehető, amikor mint rezidens részt vettem abban az Elegynek a programjában. Ez úgy történt, hogy akkor te már ismerted akkor a Mártit, az előadásait, ahogy most mondtad, és egyszer csak szakmailag elkezdtetek beszélgetni, vagy valamilyen más csatornán keresztül letértek, kiválasztott, pályáztál rá, megkerestek, hogy tudtál rezidensé válni? Alapvetően én ismertem már a Mártinak a munkáját, mert szerintem ő is nagyon figyel, ő mindig figyeli az aktuálisan a fiatalokat, hogy mit csinálnak, és hogy csinálják, és mi ez, ami érdekli őket. És aztán ide jött Magyarországra a Pelle Granhoy, Dán koreográfus, és az Elegy, mivel partnerszervezet volt a nemzetközi hálózatban, és emiatt itthon volt egy audition. És ugye a Mártit meghirdették, és én elmentem, és kiválasztottak, és utána valahogy ez így elkezdődött köztünk egy kommunikáció, és ennek lett a szerves eredménye az, hogy végül tudtuk, vagy tudott nekem a Márti segíteni ilyen sok értelemben, vagy sok szempontból, és így lettem 2013-ban Elegy rezidens. Ez még az ánkhallgatás volt, ami a Baklétben volt? Igen, igen, ez az volt. 12 év végén. 12 ősz. Őszél. Ja. Igen, akkor a Pál, én csak kérdezem, meg próbálom az emlékeimből is összeszedni, az, aki kivitt utána titeket, vagy a válogatott csapatát egy ilyen kommuna munkára, nem akarok hülyeséget mondani, valamelyik északi országba, Dánia. Dánia. Igen.
akkor te részese voltál ennek a hosszú távú működésnek. Igen, annyira, hogy azóta már csináltunk még egy közös darabot ugyanezzel a csapattal, úgyhogy nem tudom, mennyire hosszan fog ez működni, de egyelőre szeretjük egymást, és szeretjük együtt dolgozni. Tehát akkor úgymond már volt korábban is egy ilyen rezidens tapasztalatod. Én azért mindig meg szoktam kérdezni, hogy kinek mit jelent az, hogy a rezidencia, és biztos vannak olyan hallgatóink, akik most kapcsolódtak be a műsorba, vagy korábbi adásainkat nem látták, és úgy kétkedve keresik az értelmező szótárt, lapozgatják, hogy mit is jelent jelen esetben a kortárs művészetben az, hogy rezidencia. Nagyon sokfajta rezidencia létezik. Van, ahol helyet kapsz, van, ahol kapsz produkciós támogatást. Nagyon sok verziója van. Jelen esetben a rezidencia inkább egyfajta szakmai bázisnak a kialakításában rejlik, egyfajta támogatói közegben, információáramlás, ilyenfajta dolgokra kell gondolni. És ugyanúgy például ugye az Elek Tánc Fesztivál kapcsán mi a legutóbbi darabunkat bemutathattuk ott, játszhattuk egy kellően erős szakmai közeg előtt is. Tehát, hogy, ezt a darabot már a rezidenciád alatt hoztátok létre, vagy neked jelenesen, amikor megkaptad a lehetőséget, hogy akkor egy rezidens lettél, egy ilyen titulusban, egy ilyen nyitogatható keret között. Végülis mit valósítottál meg, mit jelentett neked így a rezidencia személy szerint? Azért vicces ez a kérdés egy picit, mert nyilván korábban elkezdődött ennek a darabnak a létrehozása, és nem konkrétan kapcsolódik az Ellegy rezidencia a rezidenségemhez, de ugyanakkor mégis ha megfordítom, akkor igen, mert azok a rezidenciák, amiken mi részt vettünk amúgy, azokon azért tudtunk részt venni, mert az Ellegy, ugye a DNA-nek, ami Development of New Art, partnerszervezete volt, ezért magyarok bepályázhattak. És ilyen szempontból, igen, azt tudom mondani, hogy ez nagyon erősen kapcsolódik az itteni rezidenségemhez. Igen, ez ugye egy éves periódust jelent alapvetően, hogy te az Elegynek a rezidense voltál, miután persze tagjá is váltál, ami azt jelenti, hogy valószínűleg jól sikerült és jó együttműködéseket tudtál kialakítani. Mi az, amit még kiemelni ebből az időszakból, nyilván az Elegy égisze alatt? Nekem alapvetően ez az egész évem eléggé hajtott volt, meg sűrű, mert egyrésztről, mint említettem, a Pelle Granhoy társulatával turnéztunk, az előző darabból létrehoztunk egy új darabot, a tavaszi áldozatot, és ezen kívül az Elefánttal volt rengeteg teendő, tehát ez így egy az egyben le is vette ezt az egész évet. Ezután tudtál végül is taggá válni. Nyilván ez az egy év alatt alakult ki az a fajta kapcsolatrendszer, ami miatt úgy döntöttél meg olyan tapasztalatok, értékek, hogy neked érdemes továbbra is együttműködni. Én így most formálisan valóban az Elegyet egy nagy egységnek tekintem, de nyilván kiemelhetném itt a Mártit, a Zsoltot, a többieket is. Szóval mi az, ami igazán megragadott, amiért érdemes neked taggá válni, illetve amiért úgy döntöttél, hogy te szeretnél tagsággal pályázni, amit imára meg is kaptál erre az évre. Egyébként erre az évre, bocsánat, hogy között szúrok. Tehát a Laci addig tag, mindenki más, ameddig akar. Igen, tehát akkor ezzel az évtől kezdődően egy olyan hosszú távú, talán végtelenített, egy nagy fektetett nyolcassal a végén lehetőséget kaptál. Tudom, mi az, amit te vársz a jelentős a jövőtől, ami miatt elejtel lettél? Én, amit nagyon szeretek és tisztelek az Elegyben, hogy nagyon odafigyel arra nemzetközi kommunikációkra is, hogy mindent ott legyen, és tanulmány az, hogy mi zajlik Európában főleg, de Európán kívül is, hogy ezekben a hálózatokban való részvétel szerintem nagyon fontos, és ezáltal, hogy ez egy partner ezekben a dolgokban, így mi is részesei lehetünk valahogy ennek az egész körforgásnak. És ez szerintem nagyon ritka, mert eléggé be tudunk szorulni ebbe az országba, vagy beragadhatunk.
Igen, sokan mondják, hogy az egy külön képesség kell, vagy egy segítség adott esetben, hogyha az ember elmerül a saját munkájában, hogy egy picit hogy kiemelkedhessen, és fölülről lássa az egészet, meg a saját pozícióját adott helyzetben, és hogy onnan tudjon lépni. Ugyan még nem én vagyok, akit kérdeztek, de például személy szerint nekem ezt jelenti az, hogy egy tagság, illetve hát nyilván próbálom most kérdésekkel rád is vetíteni, illetve hogy te jelenítsd meg, hogy számodra ezek az emberek, akik elegy tagok, rezidensek, őket itt ismerted meg részüket, vagy azért a szakmán belül azért látjátok egymást. Szóval egy picit a láthatóságra vagyok kíváncsi, ha már itt a elmerülést említetted. Egy részüket már ismertem korábbról, mondjuk fele-fele arányba tudnám azt mondani, és a másik felét csak azáltal, hogy kapcsolatba kerültem az elegyel. Folytatjuk a műsorunkat az Elegy Egyesület portyú sorozatában. Fülöp Laci kortárs táncos a vendégünk, 2013 Elegy rezidense és 2014-től immáron hivatalos tagként tekint a jelenbe és a jövőbe. Kérdezőtársaim, vendégeink továbbá Ladjánszky Márta, illetve Varga Zsopán Zsolt. Van egy zenekar, hogy mondják azokat, akik fönt vannak a színpadon, de nem énekelnek, csak a jelenlétükkel emelik a kört, a halott mikrofon, valahogy így hívják. Bár azt hiszem Zsolt tekintetében, hogyha most egy szaxofon vagy egy gitár lenne jelen, akkor az már nem lenne annyira csendes és halott. Természetesen Zsolt, te is bármikor hozzászólhatsz a műsorhoz, viszont ahogy így átrendeződtünk, esetleg hallgatóimtól várom, hogy működik-e itt a webkameránk, mert új helyszínen vagyunk, és várjuk folyamatosan a visszajelzéseket, de technikus kollégám már jelezte, hogy tökéletesen, úgyhogy láthatjátok, hogy megfejlődött egy picit a külső szék, és Márti ül, vagyis várhatunk kérdéseket, hozzászólásokat. Most én bele is csapnék rögtön, mert hogy megosztanám azt a hírt a hallgatókkal, hogy Paróczai Csaba is a tagságunknak az egyik képviselője. És én azt kérdezném, hogy számotokra a zene, mind a kettőtöktől kérdezem, az mit jelent, milyen kapcsolódási pontot? A zene számomra gyakorlatilag az a fajta, hogy is mondjam, hogyha egy rajz példával jönnék, egy képzőművészeti példával, amikor így nem tudom, hogy lanírozásnak, vagy minek nevezik pontosan szakkifejezéssel azt, amikor egy bizonyos színnel át kell festened nagyon halványan egy képet, ahhoz, hogy kijöjjenek azok az eredeti tónusok, amiket fölfestettél. Picit szakszerűtlen azt mondanám, hogy maszatolás, de egy nagyon tudatos maszatolás, szóval nekem a zene gyakorlatilag a mindent közös nevezőre hozó olyan érzelmi hatás, amivel abszolút a dimenzió között tudok utazni, elmerülni önmagamban, kérdéseket föltenni, tovább lépni egyes dolgokon, tehát... Jutszol egyébként valamilyen hangszerem? Amatőr szinten, tehát a saját szórakozásomra nagyon furcsa, hogy megakadtam ott, hogy körülbelül egy ilyen 30-40 akkordot nagyon magabiztosan lefogok otthon a gitáromon, viszont hogyha egy tűz mellett fölcsapnának valami klasszikus dalt, hogy na, jó, játszd el, akkor nem biztos, hogy abban a eredeti formában tudnám eljátszani. Klasszikus gitár? Gyakorlatilag van egy elektromos gitárom, egy Hohner Stratocaster, ami egy picit ugye a Fenderre hajazott annak idején, és én úgy gondoltam, hogy na, lesz majd egy garázsbandám, és egyébként egy-két garázsbuliba le is mentünk, hogy általában onnan hogy távoztunk, és hogy jutottam haza, soha nem tudom, úgyhogy az egy másik történetről szólt. Ennek ellenére a húrok közé csaptam ilyen formában zenekari szinten, megnyilvánulásom közönség előtt nem nagyon volt, viszont megmaradt benne, jártam 2 évig gitártanárhoz, ez még a gimnáziumi évek alatt volt, 10 évekkel ezelőtt. Annyi maradt meg bennem, hogy megvan természetesen a gitár, és néha úgy elvonulok otthon a magányomban, és ezeket az akkordokat kombinálgatom, és akkor utána mindig az érzésem van, hogy hú, ezzel foglalkoznom kellene, és hogy mi az, hogy megálltam ezen a szinten. Ilyen szinten van a zenének, mint gyakorlati formának az életemben szerepe. Ki tudja, mit hoz még a jövő ezzel kapcsolatban, de önmagában, mint zene, az nagyon sokat jelent. Tehát olyan értelemben vagyok mindenevő, hogy vadászom a stílusokat, az újabb zenei hatásokat, tehát nem tudnám azt mondani, hogy csak a jazz, csak a komoly zene, csak a heavy metal. Mind a három körből nagyon imádom, de például oda vagyok a Jimi Hendrix féle blues vonalér is, de akár a Szabó Gábor féle jazz is nagyon komoly szinten meg tud érinteni, vagy akár azok a fúziós megoldások, amit például a Varga Zsopán Zsolt féle történetekből, tradíciókból is erednek. Szóval a zene nekem nagyon sokat jelent minden művészeti ág közös nevezője számomra.
Laci, neked? Hát én zenész családból származom, és gyerekkorom óta tanulok zenélni. Trombitálok, zongorázom. Pontosan már múlt időben kéne, hogy beszéljek, mert egy ideje már nem űzöm ezt a tevékenységet, de ez nagyon, nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt nekem is, meg az egész családom számára, hogy annak idején zenész pályára is készültem, csak nyilván nem olyan egyszerű ez, hogyha zenész szüleid vannak. Mire gondolsz konkrétan? Hát csak arra gondolok, hogy valószínűleg egy picit néha túl legyen nyomás ilyen értelemben. És amúgy is egyébként jobban érdekelt mindig a mozgás. Ez mi, van valami olyan pillanat az életedben, amikor azt érezted, hogy most döntöttél, és nem a zene, hanem a mozgás? Igen, igen. Alapvetően szerintem ilyen 15-16 éves korom körül következett ez be. Valami inspiráció miatt, vagy láttál valami előadást, vagy... Egyre többet táncoltam, és akkor ez így lassan átcsúszott. És arra még nem gondoltál, hogy a darabokban valamilyen módon élőben a zenélés? Mindig jelen van valamilyen módon a zene, de mindig ilyen nagyon gyermeki módon fogalmazunk úgy. Nem, nekem van egy alapvetően egy pici, ami az erőssége számomra a zenének, hogy van egy ilyen, hogy felülír mindent a hangulata, annyira erősen hat, hogy bármi történhetne, a zene lesz a főszólam. Így én mindig nagyon óvatosan használok zenét, mert mindig az az érzésem, hogy mondjuk a színházban, meg a színpadon, a táncosok által, hogyha zene van, mindig nagyon nehéz egyensúlyba tartani, meg balanszálni, hogy ne az legyen, hogy tulajdonképpen a zenétől megkapom azt, amit akarok, és aztán végül is majdnem mindegy, hogy mi zajlik a színpadon. Szóval ilyen nagyon, nagyon jól kell vele bánni, szerintem valószínűleg. És Csaba, még azt akartam tőled kérdezni, hogy te egyáltalán hogy kerültél közel a kulturális szférához? Volt valami olyan pont, pillanat az életedben, amikor megszólított a kultúra és abba az irányba? Mert azért te kulturális menedzserként elég régóta dolgozol. Igen, nem akarok a KH-ig visszamenni, mert akkor hamar ledarálnánk itt a műsort, és csak odáig jutnék, hogy elkerültem Szegedre a Nemzeti Színházhoz egy évre. Persze ez nem ilyen vagányul hangzik, hogy hú, hát akkor honnan jöttem, biztos oda kerültem, leszerződtettek egyből. Igazándiból a gimnázium évek alatt annyira önmagamtól formáltam, tehát meg akartam formálni a gondolataimat, érzéseimet, valami úgy megbomlott bennem, amellett, hogy én egy aktív sportoló voltam, és amellett, mint most is folyamatosan az idő hiánnyal küzdöttem, mert amilyen tréningre, nem csak sportban, mindenféle. Milyen sport volt ez? Ez a labdarúgás volt, ami számomra elsőként jelentette a színpadot, tehát engem már gyerekkoromban is elvittek színházba, az iskolával is gyakran mentünk, én tagja voltam egy ilyen utazókörnek. Érdekes földrajzkörnek voltam, egy földrajzszakkörnek a tagja, de a földrajzszakkör vezetője mindig olyan utazásokat szervezett, amiben a színházat is bele lehet csempészni. Tehát eljöttünk Budapestre megnézni mondjuk az Iparművészeti Múzeumot, vagy a Földtani Múzeumot, akkor valahogy mindig része volt egy színházi előadás is, és valójában hamar párhuzamot vontam, hogy számomra az aktív játék, a színpadi szereplés az egyenlő, amikor kifutok a gyepre, és nézők vesznek körül az aréna jelleg, tehát én ott mindig egy karakterbe kerültem át, a futballista karakterbe, ahol megvoltak nyilván a sportbeli célok, kitűzések. Utána ez valahogy a gimnázium évek végére, bár akkor azért korosztályosan eljutottam arra a csúcsra, amit el lehet érni, ilyen olyan válogatott szinten kategóriák, mégsem ezt a pályát folytattam tovább, mert akkor már annyira megérintett, mondhatnám, hogy megérintett Jim Morrison költészete és hatása, de ez annál sokkal több rétűbb és szerteágazóbb. Tehát érdekes volt, elkezdtem írogatni mindenféle gondolataimat, szabad versek, hol rímelt néha, hol nem, tehát ez engem nem kötött soha, hogy valami formába tegyem, csak hogy a gondolataim tudjanak szabadon áramolni, és azt vettem észre, hogy amikor eljutottunk mondjuk a szonett formához, én már akkor rég írtam szoneteket, amikor eljutottunk a Whitman-féle szabadversekhez, akkor nekem már volt egy rengeteg ilyen írás a fióba, biztattak, és az akkori magyar tanáraim volt, hogy kiadnak egy kötetet, aztán addig húztam, mint ahogy a szakdolgozatomat is Csátgéz a zene esztétikájával, hogy aztán nem lett belőle semmi, a Csátgézer szakdolga is 180 oldalon ott van a fióba, és
lett helyette egy Vion műfordításokból egyfajta elemzés, amivel utána lett diplomáztam végül is magyar szakon Szegeden, mellette művelődés szervező végzettséget szereztem a főiskolán, és akkor formálódott egy olyan közeg Szegeden, hogy a Szegedi Nemzeti Színház közönségét, kapcsolatrendszerét meg akarták újítani az egyetemistákkal, illetve akkor nyitott a Horváth Mihály utcában hosszú évek után újra a Kis Színház, és akkor talált meg gyakorlatilag engem az egyetemen Bar József, aki akkor volt a tartózai tagozat vezető, illetve Székhelyi József, és megegyeztünk, akkor kezdjék el ott működni, és akkor mindenféle olyan programokért voltunk felelősek, hogyha egy új premier volt a Kis Színházban, akkor happeningeket kellett szervezni, kiállítást hozzá behozni, az egyetemen kellett aktivizálni magunkat, tehát kaptam egy ilyen PR asszisztensi szerepkört, annak semmi köze nem volt ahhoz, amit gyakorlatilag végeztem, és igazándiból ott egy évet eltöltöttem, ott ismerkedtem meg azokkal a színészekkel, akik utána, amikor én elkerültem a színházból, felkerültem Budapestre, megkerestek, hogy szeretnének országosan is turnézgatni, és hogy hát nincs kapcsolatrendszerű, volt összebarátkoztok, olyan ambícióim voltak, hogy ha van kedvem, akkor dolgozzunk együtt, ez nevezett Harsány Attila, aki ennek a társulatnak a vezetője volt, hát egy csoportrendezem a Tália Színháznak a büféjébe jöttünk össze, mert akkor még a Szolnoki Külszínházzal, mert akkor már elszerződött Szegedről, keresett meg, hogy na dolgozzunk együtt, és akkor gyakorlatilag pár évet együtt dolgoztunk, menedzseltem őket, weblogokat hoztunk létre, megújítottuk a portfóliós anyagokat, és akkor már nagyon nagy ambíciói voltam, egyedül voltam, azért voltak grafikus barátaim, voltak más szervezők, akikkel tudtam dolgozni. Aztán megtalált az Egerházi Attila, akkor még Gödöllőn volt ugye a Magyar Balett Színház. Akkor igazából az volt az első táncos. Az volt az első táncos, ott pillantottam bele, és az a varázslata, hogy ők ugye ott, ők azért inkább klasszikus balett irányból. Ilyen modern balettet csinálnak, ezt lehet bátran mondani. Igen, ahhoz képest, de hogy... Ahhoz a kortárs tánchoz képest, amit utána későbbi Budapesten aktívabban megismertem, ahhoz képest inkább klasszikusabbnak mondanám azért az ő működésüket. Tehát ott is egy igen komoly kapcsolatrendszer tudtam kiépíteni, és valójában így jutottam el a Bakelitbe, hogy én mind a Magyar Balettszínház, mind a Hetek csoportja előadásait próbáltam kiszervezni, és akkor találtam meg azt a helyszínt, és... Ez mikor történt, amikor a Bakelitbe lett? 2009. szeptemberével vittem oda az első előadásokat, és akkor a vezető... Becsapod rád a Marci. Elkezdtünk a Bauer Marcival beszélgetni egyre több mindenről, hogy lehetne együttműködni, közös pályázati projekteken elkezdtünk dolgozni, és egyszer csak volt egy megürülés a művészeti vezető pozícióban. Marci bizonytalan volt azzal, hogy engem hogy lehet keretek között tartani, mert ugye az eddigi szabad működésem az volt, hogy az irodám éppen annak a színháznak a kávézójában volt, ahol valamilyen kapcsolatot próbáltam kiépíteni. Megegyeztünk, bár egy fontos momentum még volt kb. Fél évvel előtte, amikor én mondtam a Marcinak, hogy hát én nekem minden vágyam, hogy egyszer egy ilyen független intézményben dolgozhassak és vezethessek. Akkor még nem tudtam, hogy milyen nehézségekkel és kihívásokkal jár ez. A Marci akkor egy ilyen keserédesen, picit ironikusan felkacagott, hogy hát tessék, itt van, csináld akkor. Erre fél évre rá beszélgettünk újra a megüresített pozíció kapcsán, és indult el is 2010. decemberében a napi szintű együttműködésünk. Tehát így kerültem. Lehet azt mondani, hogy valamilyen szinten mind a ketten csapatjátékosok vagytok? Inkább, mint hogy nagyon egyként. Én nagyon akartam egy csapatot, tehát nekem azért volt az a döntésem, mert egyedül kevésnek éreztem magam, hogy hatékonyan tudjak működni. Kellett egy csapat, nyilván a korábbi csapatjátékos múltam is ezt megerősítette. Most viszont csapatban is úgy gondolom, hogy olyan sok kihívás van, és olyan sok megvalósítandó dolog, mert nagyon nehezen tudok elengedni és lemondani dolgokra, egyszerre szívesen csinálnék rengeteg dolgot párhuzamosan, tehát ez mindenképp ehhez kell egy csapat, hogy egyről a kettőre jussunk. Ha csinálod, ez hogy van? Azt mondom, csapatjátékos vagyok. Ami nehézség, szerintem a bizalom kialakítása, de közben meg, igen, sokkal egyszerűbb, sokkal jobb, sokkal szervesebb, sokkal természetesebb csapatban működni, mint egyedül. Szociális lények vagyunk alapvetően. Neked célod mondjuk egy olyan kisebb vagy nagyobb csapatot összehozni magad körül, amit már ilyen szinte társulati szinten kezelsz? Igen, de én inkább úgy mondanám, hogy inkább, ja, mint egy megtartó közök, tehát egy család, tehát egy... Ez a társulati dolog, mert nálam ez soha nem válik külön a magánélet és a munka és ezek a dolgok, mivel
egy világban létezünk, együtt dolgozunk, együtt gondolkodunk, együtt élünk, így ne, ezek nehezen leválaszthatóak. Te mondjuk a barátaiddal szeretsz létrehozni előadást? Igen, de alapvetően azt gondolom, hogy nem véletlenül lesznek emberek a barátaim, és nem véletlenül dolgozok együtt emberekkel, tehát a kettő együtt jár, hogy ami alapján egymásra találunk. Igen, ez a barátság dolog, ez érdekes, hogy, illetve, hogy tudsz elmerülni a másikba, akivel együtt dolgozol, mert szerintem úgy tud csapatként működni valóban egy történet, hogyha a másikban megtalálod önmagad, és fordítva is. Mert sok esetben, tehát én is úgy érzem, hogy van egy pár dolog, amit egyedül sokkal inkább meg tudok oldani, és szeretek megoldani, és az, hogyha valaki mellettem van, akkor egy picit kerékkötője, hogyha akkor én nagyon tudom, hogy célirányosan mit szeretnék megvalósítani. De hogyha egy előadásról van szó, ami nem egy szóló nyilván, hanem többen vagytok a színpadon, én úgy gondolom, hogy ott a bizalomnak kell meglenni, és lehet, hogy a barátság arra a periódusra alakul, vagy mélyül el jobban, amíg létrehozzátok az előadást. Persze jobb esetben megmarad utána is. Tudod, csak úgy azért szóltam hozzá, hogy ez egy érdekes kérdés, hogy van előnye, meg hátránya is annak, hogy az ember csapatban dolgozik. Igen, nyilván nehezebb egy csomó minden szervezés, és ilyen praktikus jellegű kérdések, hogyha az ember csapatban dolgozik, de pont talán ettől teljesebb lesz a kép, ettől a sok harctól, ami menet közben van, és teljesen vele járója a dolognak. Tehát, hogy nem kikerülhető. Pláne azok után, hogy alapvetően az egész témakör erről szól, hogy hogyan hatunk egymásra, mert utána a színpadon is, aztán amit oda kiteszünk, attól azt várjuk el, hogy ez hogyan hat vissza a nézőre, és a néző hogyan hat vissza magára a produktumra. Így aztán magában a folyamatban sem kikerülhető ez a játék. És Csaba, megkérdezhetem, hogy te vagy az egyesületnek azon eddig egyetlen tagja, aki önmaga jelezte, hogy szeretne tagként belülről együttműködni. Hiszen mindenképp a Bakeliten keresztül azért az elejének már egy hosszú kapcsolódása volt és együttműködése. Mi volt az a beindító? Ez nagyon jó, hogy föltesz ez a kérdés, mert picit vissza tudok csatolni arra, hogy jött nálam ez a művészeti pálya felé való érdeklődés. Tehát én azzal, hogy nem tudok lemondani dolgokat, hogy egyszerre párhuzamosan szeretnék csinálni több mindent, ugyanígy van a művészeti ágakkal is, nagyon nem tudtam eldönteni, hogy én most zenélni akarok, én most színész akarok lenni. Évekig úgy volt, hogy én készülök majd a nagy színművészeti és felvételimre, rendszeresen járattam prózamondó, versmondó versenyekre, ilyen-olyanok leveleim is vannak, helyezéseim is, tehát volt rá egyfajta rátermettségem, és nagyon úgy képzeltem el a jövőmet, hogy annyiféle ember szeretnék lenni, hogy ezt a színház tudja nekem majd megadni, hogy ilyen-olyan karakterekbe tudok belebújni, és ott a saját szűrőmön keresztül megmutatni. És így voltam vele a későbbiekben is, és rájöttem, hogy hát ez csak úgy működik, mert nem választottam egy művészeti ágat, nem kezdtem el abba tanulni és csiszolni magam, hogy akkor majd a szervezője leszek ennek az egésznek, és akkor így mindenféle művészeti ágban tudok dolgozni, megismerni embereket, kapcsolatot építeni hazai nemzetközi szinten, és valójában, amikor meg is ismertem az Eledi Egyesület működését. Nyilván annak kezdetben, hogy amikor a Bakelitbe megvetettem a lábam, akkor még az Eledi Egyesületnek ott volt a bázisa, az Eledi Táncművek. Én folyamatosan azt láttam a ti darabjaitokról, meg azok mozgulódó emberekről, hogy mindenféle művészeti ágban tevékenykednek, fuzionálják abszolút ezeket az eszközöket, és rendkívül izgalmassá tette. És én egy szakmai felkészültséget láttam mögötte. Az Eledi Táncfesztivál lenyűgözött, hogy milyen sokrétű és hogy milyen nemzetközi vendégek vannak jelen előadásokban, kiegészítő események tekintetében, és picit részévé akartam válni, amit a Laci is elején mondtál, hogy ez a fajta nemzetközi kiterjesztettség az, hogy folyamatosan érkeznek a lehetőségek, hogy megosztjátok a tudást, de a legalapobbaktól, hogy mondjuk a pályázati felhívások, vagy azokról a beszámolókról, amikor ti külföldön vagytok, mindenféle művészeti platformokon, hogy ott mit tapasztalhattatok. Tehát nekem gyakorlatilag egy olyan nektár folyik azokból a csapokból, amit az egy csapokból nyitok meg, hogy igazán jelenleg nyilván az elfoglaltságom miatt is nem tudok minden részével élni kellően, de egy továbbra is egy olyan zseniális energiának érzem, amiben nagyon büszke vagyok, hogy jelen lehetek, és bízom benne, hogy a szörfdeszkámat azért föl tudom tenni ezekre a hullámokra, és picit beljebb sodornak, nem csak a part mentén fogok evickélni vagy szörfözgetni.
Van valami olyan, ez is igazából mind a kettőtökhöz is akár egy kérdés, ami mondjuk egy vágyott cél volt azáltal, hogy tagként jeleztétek, hogy akkor ti folytatjátok, vagy beléptek az egyesületbe, amit elvárnátok, vagy várnátok ettől a közektől, vagy olyan cél, amit úgy gondoltok, hogy megosztani tudtok ezzel a közösséggel? Az én esetemben gyakorlatilag bőven megvan az a cél, mert én azért tudtam az erőviszonyaimat, meg az időbeosztásomat, hogy minden lehetőségében nem fogok tudni egyből élni, de például nekem az volt az elvárásom, hogy pont az, hogy a hírlevelekből, a tagok felé szóló levelekből, hogy a pályázatok, a beszámolók, a nemzetközi vérkeringésnek az információja. Tehát maga az információ. Maga az információ az folyamatosan, tehát én napi szinten megnézném a levelezésemet, van egy külön mappám, minden levelet rakok ki, tehát amit be nem tudok esetleg elmélyülni, azokat majd visszamenőleg megnézem. Tehát nekem az beváltotta. Azok a találkozók, amiknek szintén őszintén megvan, hogy törevékére tudok eljutni, az a fajta kötetlen hangulat, ami egy gyűlésen, egy tavaszi, őszi, hogyha Szamosi Csitra gondolok, rendezvényeken megvan, hogy én megtehetném, hogy ott vagyok, bárkitől kérdezek, bármi, bárkivel elindulnak egy együttműködés, és voltak erre is már példák, hogy el tudott indulni olyan irány, hogy mondjuk a Bakelitbe tudtam egy fellépést generálni, vagy most az idejében szeretném picit jobban kivenni a részem, illetve végleg kivenni a részem, nem csak egy fesztivál kapcsán, nem csak a Bakelitben, hogy ott minden a helyén legyen és pöcre menjen, hanem esetleg más dolgokban is részese lehessek. A lépésről a lépésre. Amit én tudok adni jelenleg az Egyesületnek, én úgy gondolom, hogy egyrészt itt a rádióműsoron keresztül is egyfajta kommunikáció áramoltatást segítem, illetve hogy utóbbi időben egyre több helyszínre ki tudok jutni külföldre, én is gyűlésekre, platformokra, és ott igyekszem a magam tudása mentén képviselni az Egyesületet, tehát nekem nagy büszkeséggel szolgál, hogy azt a történelmet, amit már eddig az Egyesület és tagjai letettek, azt képviselhetem, illetve hát a jövőre nézve bízom benne, hogy ez jobban belekeveredek én is. Maci? Hát nekem nyilván jó lenne, hogyha az elégynek lenne egy helye, egy próbaterme, ahova be lehet menni dolgozni, alkotni. Nyilván jó lenne, ha lennének produkciós támogatások, de ezek mind inkább olyan dolgok, amihez rengeteg pénz kell, rengeteg szervezés, rengeteg. Tehát, hogy alapvetően szerintem az, ahol amifele tart az L1, abban egyre erősebb, és azt tökéletesen intézi vagy betölti azokat a feladatokat, gondolok itt a nemzetközi kommunikációra és a különböző platformokra, és ami számomra nagyon fontos volt, és erről nem tudtam, hogy az volt, amikor kimehettem tavaly, és idén megmegyek majd az olasz, tavaly a portugál táncplatformra, idén megmegyek majd az olasz táncplatformra, mert az nyilván dolgozom alkotóként, meg táncosként, meg egyáltalán, de hogy nekem ez egy nagyon jó dolog, hogy belelátok egy teljesen másik szempontból ebbe az egész rendszerbe, ami kicsit ilyen jobban kapcsolódik ehhez a gazdasági oldalhoz, és PR-hoz, és művészetmenedzsmenthez. Nekem ez egy nagy élmény például, és ez... De mondjuk ez csak olyan szinten, hogy belekóstolsz, tehát nem billenne át a mérleg egy ilyen havi rendszerességű platformlátogatásra. Tehát azért változatlanul te alkotóként és táncosként képzeled el a jövődet. Én egyelőre szeretek így dolgozni, de nyilván ez ugyanúgy érdekel, vagy ugyanúgy szeretem, és közben néha azt is gondolom, hogy nem tudom, hogy fontos lenne, hogy kinevelődjön egy olyan fajta művészeti menedzser, főleg a tánc életben egy új generáció, aki megfelelően képes képviselni ezeket a dolgokat. Nem tudom, idővel majd meglátjuk, hogy alakul, de semmiképp nem tudom. És vajon mennyire szükségeltetik egy ilyen tánc, kortárs tánc, leszűkítem, jó? Kortárs tánc művészeti menedzsment kialakulása. Mennyire fontos, hogy mondjuk táncból jövő, érkező színházi emberből avanzsáljon át a másik oldalra, vagy pedig abszolút a menedzsment oldaláról érkező
ezt megint csak mind a kettőtöknek, ugye Csaba, te abszolút a menedzser oldaláról ezt meg tudod, vagy tudsz tapasztalatokat megosztani. Mi meg ugye most Lublinban erről már beszélgettünk a Lacival, hogy miért, mert mind a ketten hiányoljuk a kifejezetten a kortárstánccal úgy együtt és közreműködő menedzsment generációt, mert nyilván nem egy ember fogja ezt a sok temérlegi feladatot felvállalni. De vajon melyik lehet jobb, hogy menedzser szakember kacsintát a kortárstánchoz, vagy egy kiöregedett táncos, rendező, koreográfus, nem tudom, nyilván aki aktív, az még a színpadon képzeli el a jövőjét. Én gondolom, hogy ezt nehéz lenne ötvözni, pedig az lenne a legjobb, hogyha ezt a két irányt lehetne így egy testbe és lélekbe, egy tudásba. Igen, nem úgy van, hogy egy karika az egyik, a másik karika a másik, összecsúsztatjuk, és ott van a közepén. De unióját kellene, az lenne igazán a jó, mert úgy gondolom, hogy a mai gazdasági viszonyokat felmérni, igazán egy üzletembernek kell valamilyen szinten lennie annak, aki megfelelően tudja piacképesen képviselni egy-egy művészeti ágat, leszűkítve mondjuk most a kortárs táncot, viszont anélkül meg nem megy ez a dolog, hogyha nem lát bele, nem lát mögé azokba a rezdülésekbe, amiket meg a táncosok például a hétköznapjaikból, a saját küzdelmeikből hoznak. Nem is biztos feltétlen, hogy ezeket a küzdelmeket kell egy eladáskor mondjuk feltétlen átnyomni a másik oldalra. Tehát egy nagyon összetett kérdés, és szerintem itt Magyarországon most kezdett az utóbbi időben elindulni, egyáltalán ezt úgy lehet látni, hogy ilyen képzéseket is elkezdtek létrehozni. Én jó páron részt vettem már, és ott is azt tapasztaltam, hogy egyértelműen nem dőlt még el, hogy melyik irányból érdemes jönni, és ki tud majd megfelelően érvényesülni. Ha jól tudom, a Színművészeti Egyetem is a jövőben tervez egy ilyen felsőfokú, vagy akár egyetemi szintű képzést is, hogy kifejezetten művészeti menedzsereket, akiknek nem kell alkotói oldalról jönni, viszont azért egy több éves képzést akarnak, amennyire tudom létrehozni, hogy ők ott ennyi idő alatt találkozhassanak azokkal az alkotókkal, akiktől megkapják azt a tudást, hogy megfelelően képviselhessék őket utána a piacon egy olyan ember, aki önmaga nem gyakorló alkotó. Szerintem bizonyos értelemben könnyebb helyzetben van a szakmai tudását tekintve egy alkotó, hogyha ő válik menedzserré, de csak úgy tud jó menedzserré válni, hogyha valóban elmerül abba a világba is, ami nem biztos, hogy a saját. Ha feltétlenül az alkotás folyamán, tehát az üzleti élet, az üzleti politikák, a lobbizásoktól kezdve, tehát a pályázatírást is gyakorlatból meg lehet tanulni, de alapvetően azt is érdemes, hogy üzleti szemlélettel megvalósítani. Szóval én úgy gondolom, hogy nyomkodni kell össze ezt a két bizonyos karikát, amiről beszéltünk, hogy ez az unión egy megerőszakolt közös rész legyen, hanem egy termékeny, még hogy egy ilyen metaforában beszéljek, hogy megszülethessen az a generáció, aki ezt már fogja tudni piacképesen itthon és nemzetközileg is képviselni, mert tudjuk, hogy azért másak a gazdasági viszonyok, hiába élünk az Európai Unióban, azért országunként ez újabb és újabb kihívást jelent. Szerintem egyébként nem feltétlenül ez a gond, hogy a művészek maguk, én azt érzem, hogy nagyon sok olyan művész és alkotót ismerek, aki nagyon jól menedzseli magát, és hogy igenis van tehetség ezekben a dolgokban. Inkább a problémát abban látom, hogy ez rengeteg idő, energia és a fókusz nagyon másutt van, és ami nagyon nehezen kivitelezhető, hogy lehetsz nagyon jó menedzser, de akkor lehet, hogy az energiáid, azok az energiáid, amiket az alkotásra és a művészetre fordítanál, azokból veszel, és fordítva, tehát nyilván inkább praktikus szempontból lenne fontos, hogy megtörténjen egy ilyen váltás, mert jobb lenne, hogyha a művészek inkább az alkotással foglalkoznának, és ha valaki más el tudna ezeket intézni, mert nem akarom azt mondani, hogy ez levesz a produktum értékéből, de nyilván nagyon megnehezíti egyáltalán annak megszületését. Engem ezért keresett meg a Harsány Attila annak idején, mert ő pont ezt mondta. Tehát ő már saját magánál és a művészeti körében is azt mondta, hogy ha ő rendező, akkor nem tud játszani a darabban. Pedig voltak ilyen próbálkozások, és van olyan, hogy a rendező maga is játszik. Persze a kortárstáncban azért egy picit másabb, mint a prózában, de ő eleve így keresett meg, hogy a társulat nem tud foglalkozni a szervezéssel, mert az levesz a produktum minőségéből, ezért kell egy ilyen ember. Úgyhogy én ezért igyekszem fejleszteni magam, és ezért igyekszem a egy-egyes
lehet tagjaitól minél több tudást fölvenni magamra. Hogyha rádiósá avanzsálok most vissza, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy fél percünk van hátra ebből a mostani műsorból. Nem tudom, záró gondolatként mondanátok-e még valamit? Hát én személy szerint várom ezt a fajta generációt kinövekedni és jelentkezni arra, hogy a kortárs tánccal is foglalkozzanak, mert nagyon kevés kifejezetten erre a területre specializálódott menedzser, vagy nem is tudom ezt szebben, hogy lehet kifejezni. És ez egy nagyon nagy kihívás, mert annyira más nyelv, mint amit egyébként a hétköznapokban használunk. Tehát, hogy nyilván azért gondolom, hogy sok esetben létezhet, vagy színházzal is egyszerűbb foglalkozni, de kifejezetten tánccal nagyon nehéz a menedzser oldaláról. Szóval szükség lenne ilyen emberekre. A kihívások adottak, de azt hiszem, hogy az elegy tagság keretein belül is a kihívásokat keressük, és szeretjük, hogy azokat megugorhassuk, és így fejlődjünk tovább. Én személy szerint köszönöm, hogy eljöttetek a műsorban, a Portré sorozatot folytatni fogjuk természetesen tovább.